Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, ne fuss utána, ő visszajön magától. És hogy alakulnak a dolgok, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya itt fent a te jelenlegi helyzetedre utal. Te úgy látod a dolgokat, hogy minden úgy a feje tetejére állt, és úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. De itt van egy titok, mégpedig az, hogy mi meg tudjuk ezt a kártyát fordítani, és akkor másképp látjuk a dolgokat. És mi ezt most megtekintjük. Most megfordítottam ezt a kártyát, és itt látható ez a hölgy, egy ilyen elegáns mozgás rád utal. Nézd másképp a dolgokat. Ez a hölgy itt még egy kicsit zárkózott, de itt alul látható, hogy nyitott arra, hogy legyen itt egy változás. Ez rád utal. Itt a háttérben ott van a felhő, utal a könnyűségre, de az isteni hatalomra is. Lesznek változások. És most megtekintjük a következő kártyákat, ami azt fogja jelenteni, hogy milyen elvárásai vannak veled szemben. Mi a kívánsága? Itt a háttérben látható egy hamis személy, aki hazudozik, becsapja őt. Az is lehet, hogy itt az exéről van szó, és ez a nő manipulálja őt, zsarolja a gyermekekkel. És ő ezt a témát le akarja zárni, hiszen keres egy kiútat, és várja azt, hogy te megértsd őt, hogy néha rossz a hangulata, vagy beszélnie kell ezzel a nővel a gyermekek miatt. De elvárja azt is tőled, hogy várj rá. Erre utal itt ez a harmadik kártya. A horgony azt jelenti, hogy ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni, le tud horgonyozni. Itt megvannak az álmok is, erre utal itt ez a nagy hajó, ami nem csak az álmokat jelenti, hiszen ott van a felhőben, hanem a reményeket is. Ő reménykedik abban, hogy minden jóra fordul, rendezi a dolgokat, elvárja azt tőled, hogy várj rá, bíz abban, hogy minden rendeződik, nálad le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. Ez időbe telik, de már most is megvannak az álmok és a remények. Azon kívül ez a kislány utal egy új kezdetre, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és a gyermekek szimbolizálják az újdonságokat, vagy egy új kezdetet, amit még ez a kártya kombináción jelenthet, hogy problémái vannak a munkahelyén, ott vannak a hamisságok, szeretne valamit változtatni, és akkor ez a kislány azt jelenti, hogy itt lesz egy új munkahely. Most megvan ez a helyzet, és hogy kellene cselekedned? Erre utal itt ez a kártya. Itt egy színdarabról van szó, meg kosztümökről van szó. Tehát ne nyíltan beszélj problémákról, mert akkor megsértődik és visszahúzódik, hanem légy diplomatikus. És most megtekintjük a következő kártyákat. Ennél a jóslásnál azt tekintjük meg, hogy miért nem szabad utána futni, mert kell, hogy ő cselekedjen. És itt ez a három kártya bal oldalon azt jelenti, hogy mikor cselekszik. Az első kártyán látható a nap. Ahogy én érzem, ez augusztusban fog bekövetkezni, és itt lesz egy szerelmes levél, mert ő ezt tervezi. Tehát ha te nem jelentkezel, ő fog neked írni. Ez a levél utalhat szerződésekre is,
hiszen itt a halaknál a pénzügyi dolgokról van szó, és ez azt is jelentheti, hogy ő rendezi az anyagiakat, itt vannak szerződések, és utána jelentkezik nálad. De a halak jelentik a belső értékeket is, és akkor az azt jelenti, nálad megvan ez a kisugárzás, te értékes vagy számára, nem szeretne elveszíteni. Itt ez a kártya arra utal, hogy ő várakoztat ugyan téged, de ez a szerelmes levél jönni fog, hiszen ő ezt tudja és tervezi. És most megtekintjük a következő kártyát. Annyi már látható volt ennél a kirakásnál, hogy ő kicsit várakoztat téged, de megvan a vonzalom, megvannak a mély érzelmek, és ez a szerelmes levél jön. A következő kérdés, amit most én felteszek, miért? Ki akar ő téged használni, vagy játszadozik veled? A választ ez a szív mutatja. És ez nagyon szép, mert ez a szívből jön, tehát ez a férfi szeret téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi történik akkor, ha te megbízol benne, vagy esetleg jelentkezel nála, akkor a jövőt mutatja itt ez a főlelkész, és a kezében van ez a lilium, ami utal az ártatlanságra, a tisztaságra, tisztázódik valami. De ne mondd azt, ami téged megsértett, hanem fontos, hogy másképp lásd a dolgokat. És ne felejtsd el, itt ebben a színdarabban te választod ki a kosztümöt, te játszod itt a főszerepet. És ő esküdni fog valamire, és ez az igazság. Bízzál benne. És most megtekintjük a következő kártyákat. Ha úgy döntesz, nem, én nem rohanok utána, ő kell, hogy küzdjön, értem, én nem teszek semmit, akkor hogy alakulnak az események? Ezt mutatja itt ez a három kártya. Itt a részeg emberekről van szó, ők elveszítik a belső egyensúlyt, nem tudnak gondolkodni, és ez a helyzet, hogy minden olyan átláthatatlan, minden olyan bizonytalan, nincs meg a tartás. A második képen látható idősebb hölgy várakozik. Akkor te is várakozol. De a harmadik képen látható az eredmény, ő ír neked, tehát visszatér hozzád, ugyanúgy, mint ahogy itt látható ez a szerelmes levél, mert ő ezt tervezi. Akkor kicsit tovább kell még várni, de ez a levél jön tőle. És a következő kártyán megtekintjük a jövőtöket. Ez a kártya itt utal a földünkre, a föld elemére, ezek reális dolgok, azon kívül utal a természetre, itt kivirágzik valami, ez a madár jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt, tehát itt lesz egy kapcsolat, és mint ahogy ő tervezi, amiről ő álmodozik, itt ez megvalósul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!